Köszöntöm kedves nézőinket Staféta című magazinműsorunkkal. A Kalocsai Szent István Gimnázium 12. évfolyamos diákjai is büszkén viselhetik ezután azt a kis szalagot, ami a középiskolai időszak végét jelzi. Január 11-én pénteken tartották ugyanis szalagavató ünnepségüket. Január 11-én pénteken a Kalocsai Szent István Gimnázium 12. évfolyamos diákjainak szalagavató ünnepségét tartották a katolikus iskola falai között. Három végzős osztály 63 diákja állt az emberek elé, és kapta meg osztályfőnökétől azt a szalagot, amin az iskola neve és logója mellett két évszám szerepel, 2015 és 2019. Azt a 4 évet mutatja, amit az intézményben töltöttek a diákok. Jelképezi a dolgozatokat, feleléseket, kis előadásokat, de jelképezi egyben az osztálykirándulásokat, a nyári táborokat, a közös programokat, az osztálybulikat, vidám és szomorú vagy éppen megható pillanatokat. Ezeket is felidézte Perich Lajos, az intézmény igazgatója beszédében. A mai nap azonban sokkal több egy jó bulinál csillogó ruhás keringőnél. Mert a mai nap egyszeri és megismételhetetlen, soha vissza nem térő alkalom. Egy biztos pont, ahonnan vissza lehet tekinteni, ahol végig lehet gondolni az elmúlt éveket, eseményeket, ahogy azt az előző beszédében Kitti meg is tette. De a mai nap mérföldkő azért is, mert talán ez az utolsó alkalom, amikor ki kell tűznetek magatok elé azokat a célokat, amelyek a májusban kezdődő érettségi vizsgák előtt alapvetően meghatározhatják életeteket. Nem mindegy, hogy hogyan álltok majd helyt ezeken a vizsgákon. Nem mindegy, hogy az érettségi bizonyítványban milyen érdemjegyek, százalékok szerepelnek majd. Az általatok vágyott új világ ajtaja csak abban az esetben nyílik ki előttetek, ha az elért eredménnyel meg is váltjátok ehhez a belépőjegyet. A következő hetekben azért kell dolgoznotok, ezért kell komolyan, szorgalmasan tanulnotok, hogy július végén nem mondhassátok azt, hogy ha jobban akartam volna, ha többet tettem volna érte, akkor talán sikerült volna. Persze az is nagyon fontos, hogy a realitások talaján állva tűzetek ki célt magatok elé. Ne becsüljétek se alul, se túl magatokat. A három osztály irodalmi műsorral is készült a klasszikus, illetve kortárs zene, próza kapott szerepet. Majd következett a tánc. Farkas Éva koreográfiáját mutatták be a végzősök, a bécsi keringőt. Yeah.
Másfél hete kezdték el kiszállítani a szociális alapú tűzifa segélyt a rászorulóknak. Ezúttal 100 család részesül a támogatásban, háztartásonként 5 mázsafát szállítanak házhoz a Parkgondozó Kft. Munkatársai. A felvételen látszik, ahogyan éppen gurul be a fával megpakolt teherautó egy családi ház udvarára. Így kezdődött meg a szociális tűzifa támogatások kihoztása. Mivel az idei évben nem tűzépről vásárolta az önkormányzat a kiszállított tüzelőt, hanem pályázaton nyerték, így még a családoknak lesz teendője a házhoz szállított fával. A képsorokon látszik, hogy a majdani tűzifa rendesen kiszáradt, így nem lesz majd nehéz bánni vele. Ez a tűzifaosztás most egy kicsit eltér attól, amit eddig megszokhattak azok az emberek, akik tűzifára jogosultak. Eddig mindig úgy történt, hogy tűzépről rendelt az önkormányzat hasogatott tűzifát. Tavaly előtt a Magyarország kormánya lehetőséget biztosított az önkormányzatoknak, a városi önkormányzatoknak, mert a falusiak, az 5000 fő alattiak, azok más megítélés alá tartoznak, azok eddig is pályázhattak, de most a városok is pályázhattak fára. Olyan fára, amelyeket az állami, főleg árterületeken kivágtak, és erre nyújthattunk be igényt. Ez megtörtént, több mint már 2 év telt el azóta, hogy egyáltalán megnyílott a pályázati lehetőség. Hosszú folyamat volt, és a tavalyi 2018-as évben tavasszal elszállíthattuk ide Kalocsára a fákat, amelyek óriásiak voltak. Megtörtént a feldolgozása, és most az első 100 ember, aki a tűzifára igényt nyújtott be, és átment a első körön a családsegítő szolgálat szűrőjén, majd pedig a település önkormányzatának a szűrőjén, miszerint olyan ember most első körön nem kaphat fát, ez így van már évek óta, aki egyébként valamilyen más települési támogatásban részesül. A kiosztás az egy olyan problémát vetett föl, amellyel ezen eddig nem találkoztunk. Ugye eddig a tűzépen, ahol van mérleg, kimértek minden egyes kiszállítandó autót, rátették a fát és kivitték. Ha valaki reklamált, mi azt tudtuk mondani, hogy a tűzép ezt igazolta nekünk, hogy ő kiszállította. Most viszont előállt az az anomália, hogy ezt a fát mi erdei köbméterben kaptuk. Tehát a pályázat benyújtása erdei köbméterre szólt, erdei köbméterbe számoltak el velünk, és mi mázsában szoktuk kiadni a fát. 5 mázsa fát szoktunk adni a rászorultaknak, minden egyes fát. Itt a helyszínen egy kis mérleggel kimérünk, hogy ebből ne lehessen vita. Jelen van a tulajdonos, tehát a fának a tulajdonos a Kalocsa város önkormányzata, részéről egy közterületfelügyelő, aki kiadja a fát, és jelen vannak a Parkgondozó Kft. Munkatársai, akik fölteszik az autóra, és átveszik elszállításra, és utána pedig átadjuk aláírás ellenében annak, aki jogosult rá. Tehát 3 soron is átmegy, hogy ne lehessen belőle reklamáció. Én tudom nagyon jól, hogy a tűzifa kiosztása egy nagyon kényes feladat. Érdekes, de a 100 emberből 50 legalább reklamálni szokott azért, hogy miért ilyen fa, miért ekkor hozták ki, miért odaborították, nincs meg, tehát mindig van reklamáció. Tehát amit megkapnak, azzal még bizony lesz egy kis dolguk. Én tudom, lesznek olyan nyugdíjasok, akiknek ez problémát fog okozni. Én nagyon szépen kérem az ő türelmüket, megértésüket, ezt valahogy meg kell oldani. Most a riport után az első szállítmány megindul, el is fogjuk kísérni, és utána pedig gyorsan tudjuk szállítani. Én azt gondolom, hogy 2 hét alatt mindenhova el fognak jutni a Parkgondozó Kft. Munkatársai. Cigány önkormányzat kiállt az mellett, sőt, tehát azt kérte, az volt a kérése, hogy az ügyfeleik, a cigány emberek azt kérnék, hogy még ünnepek előtt szállítsuk ki a fát. Sose szoktuk, azért nem szoktuk, mert mindenkinek azért gondoskodnia kell a családjáról, magáról. Tehát tudja mindenki, hogy tél lesz, hideg lesz. Ezt már lehet tudni nyáron is, amikor meleg van. Valamilyen szinten minden család fölkészül erre. Akinek már novemberben nincsen tűzifája, az azt kell, hogy mondjam, hogy nem jár elég felelősség teljesen. Ha mi ezt ünnepek előtt kivittük volna, csak hogy feleljek a kérdésére, ebből már nem lenne semmi.
Tehát ez a tűzifa mennyiség, az 5 mázsa, ugye időjárástól is függ, de ebben a kemény hidegben én azt gondolom, hogy 2 hétre elég körülbelül. Tehát ez nem egy megoldás a télre, senki ne számoljon úgy vele, az idén se, jövőre se, és semmikor sem. Tehát az önkormányzat nem arra hivatott, hogy megoldja bármelyik családnak a téli tüzelő gondjait, nem, erről a családnak kell gondoskodnia. Azt lehet, hogy ha egy-egy család olyan helyzetbe kerül, olyan szociális helyzetbe, hogy problémát okoz a teljes térre, mi itt tudunk belépni. Tehát ezzel a mennyiséggel mi csak át tudjuk segíteni őket azon a 2 hetes, 3 hetes időszakon, amelyre esetleg már elfogyott volna. És azért ilyenkor január elején, időjárástól is függ, tehát azt szoktuk mondani, akkor kezdjük meg a fát kiszállítani, hogyha az időjárás indokolja. Tehát hogyha most sütne a nap, mint ahogy láttuk decemberben, jó néhányszor volt erre példa, és novemberben, nem kezdtük volna még meg, pont azért, mert hogyha van egy 5-6 fok, és még nincs is mínusz, sajnos azt kell, hogy mondjam, vannak, akik, ha megkapják, azonnal eltüzelik. És még akkor nem indokolt. Akkor indokolt ez, amikor mínuszok vannak, és nekünk az a feladatunk, hogy arról gondoskodjunk, hogy Kalocsán ne fagyjon meg senki. Erre szól a támogatás, erre szól a szociális segítség. Az önkormányzat mindenkit kiértesít egy levélben. Ez azt hiszem, hogy a hét elején már megtörtént. Kiértesíti, hogy számítson rá, fogjuk keresni, ő rajta van azon a listán az első 100 ember között. Utána már az ő feladata, sajnos nincsenek telefonszámaink, tehát nem tudunk minden egyes embert fölhívni. Az autónál van egy címlista, kimegy, ha nem találja ott az illetőt, vagy esetleg gondot jelent a beazonosítása. Mert azt kell, hogy mondjam, nagyon sokszor ebből viták szoktak keletkezni, főleg a Szőlőhegyen és a Rokkantelepen. Van olyan, hogy egy udvarban 3-4 család is lakik. Tehát oda viszi a kolléga, aki szállítja ki a fát, és keresi az illetőt, mert a cím az ott van, egyértelműen a házszám ki van írva, és ő nem tudja beazonosítani, ezért személyigazolványt is fogunk kérni azoktól, akik azt mondják, hogy ők azok. Tehát személyigazolványt ellenőriz a kiszállítást végző, aláír, és úgy akkor borítható le a fa. Ha valakit nem találnak otthon, akkor természetesen mennek a következő címre, és akkor másnap újra próbát tesznek. Valószínűsítettem, hogy a szomszédok fogják neki mondani, hogy volt ilyen megkeresése, és akkor számítani fog rá. Megkérjük a sofőrt vagy a rakodókat, hogy mondják azt, hogy akkor várhatóan másnap ilyen időpontban fogják újra keresni. Így akkor azt gondolom, hogy mindenkit előbb-utóbb megtalálnak. A Kulturális Oktatás és Szociális Bizottságnak kell minden évben meghatározni, hogy kik kaphatnak szociális alapon tűzifát. A támogatásra közel 250 iratkoztak fel a családsegítő szolgálatnál és a roma önkormányzatnál. A mostani körben 100 családnak. A Kulturális Oktatási és Szociális Bizottságnak kell minden évben meghatározni, hogy kik kaphatnak szociális alapon tűzifát. A támogatásra közel 250 iratkoztak fel a családsegítő szolgálatnál és a roma önkormányzatnál. A mostani körben 100 családnak tudnak segíteni a fűtésében. Téli tüzelőre azok jogosultak, csak akik az önkormányzattól nem részesülnek egyéb támogatásban. A Kalocsai Hagyományőrző Egyesület égisze alatt ismét megrendezésre került a régmúlt hagyományait idéző tradicionális falusi disznótor. A közösség összekovácsoló rendezvényen az érdeklődők végigkóstolhatták az ott készült disznóságokat. Népi viseletben tüsténkedtek a férfiak és az asszonyok egyaránt január 11-én, szombaton már kora hajnaltól az érsekkert bejáratánál található hagyományőrzők házánál, hiszen ismét tradicionális disznótor tartottak a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület tagjai. A rendezvényhez bárki csatlakozhatott, aki kedvet kapott hozzá. Voltak olyanok, akik nosztalgiából beálltak segíteni, mások azonban figyelték a munkálatokat. Mindezek mellett az ilyenkor szokásos ételek és italok sem maradhattak el. Igazából igényként merült föl a tagokba, hogy mi lenne, hogyha egyszer egy disznótort tartanánk. Én azt gondolom, hogy a közösség hozta ezt így
ötletként, illetve igény van arra, hogy együtt legyünk, sokat együtt legyünk, egy ilyen élményt ne hagyjunk, hiszen a régi disznótorok hangulata valahol ott él még az idősebbek lelkében, gondolataiban, és a mai disznótorok, mert hát persze ma is vágnak disznót, de ugye a mai disznótorok már nem arról szólnak, mint a régiek, ma már az a lényeg, hogy a minél előbb ugye a hűtőládába kerüljön a disznó. Régen ez egy olyan társasági esemény volt, ahol együtt volt a család apraja, nagyja, a disznótoros vacsorán ott voltak a rokonok, kóstolót vittek a szomszédnak, tehát más hangulata volt a régi disznótoroknak. Azt én is tudom, hogy ugyanazt fölidézni, és ugyanazt ma már nem tudjuk megcsinálni, mint amilyen akkor régen volt, hiszen nem a családi háznál történik, az udvarba, nem a ház udvarából, az ólból hozzuk ki a disznót, de mégiscsak azért egy kicsit hangulatában úgy gondolom, hogy hasonlít, hiszen itt van a mi nagy családunk, akik a Hagyományőrző Egyesületben, vagy az Egyesület szimpatizálnak, és kedvet kaptak ehhez a dologhoz, hiszen nem csak egyesületi tagok vannak itt, hanem érdeklődők is, és nagy örömömre szolgál, épp az előbb csináltunk egy közös fotót az ifjúságról, hiszen úgy tűnik, hogy akkor azért mégiscsak itt vannak a fiatalok, biztos láttátok őket, akik beálltak a disznófölszedésnél a vérfölfogásba, majd mennek, mossák a belet. A fiatalok itt vannak, és ez olyan nagy öröm, hogy nem elutasítóak, hanem próbálkoznak, és próbálják átélni azt a hangulatot. A tavalyi disznótornak, ha más nem is könyvelhetünk el eredményeképpen, de azt biztosan, hogy nagyon-nagyon jó hangulatba telt. Most is amennyi poén, amennyi viccelődés ilyenkor elhangzik, hát annyit nevettek itt már korán reggel, mire leszúrták a disznót már addigra is. A pálinka, a lefogó pálinka, sült a pogácsa, készült a késve is, a forralt bor, a forró tea, és jó társaság, kedves emberek, segítőkész emberek, hiszen mindenki önként és dalolva jött ide azért, hogy jól érezze magát. Azt gondolom, hogy nagyon jó közösségépítő ez a disznótor. A munkába állóknak kávéval, forralt borral, pogácsával, sült májjal és még lefogó pálinkával is készültek a hagyományőrzők a hideg, hóeséses reggelen. Ám ahhoz, hogy ez a remek kezdeményezés létre tudjon jönni, rengeteg előkészületre is szükség volt. Jaj, tavaly azt fogadtam, hogy soha többet. Aztán fölülbíráltam magamat, mert hogy olyan jól éreztük magunkat, és olyan öröm volt látni az emberek szemében, hogy élvezik, hogy jól érzik magukat, hogy ez egy olyan élményt nyújt, amit úgy, hát úgy a hétköznapokban gyakran nem élünk át, hogy akkor az idén újra nekifutottunk, de tegnap 10 órától este 6-ig, nem is tudom, meddig tartottak az előkészületek. Azért tudni kell, hogy itt minden nem áll, minden eszköz rendelkezésünkre. Ide kellett hordani a üstházakat, bográcsokat, égőfejeket, az edényeket, amiben majd a feldolgozás során ugye a hús kerül, meg hát minden olyan alkalmatosságot, amire szükség van, hiszen itt nem 2 kiló húsról van szó, hanem lehet, hogy már elhangzott, hogy több mint 2 mázsás volt ez a disznó, amit most levágtak. Hát bizony egy 2 mázsás disznónak szép, nagy sonkája, szalonnája, tehát itt azért sok húsról van szó, be kellett rendezni egy olyan helyet, ahol a húsfeldolgozás történik, ahol mindennek megvan a maga helye, a forró vizes üst, az abának a helye, a zsírsütéshez majd a hely, meg hát természetesen azért finomakat szeretnénk főzni, sütni. Itt a reggeli pogácsa után készült már a hagymásvér, hiszen a hagymásvér az egy nagyon
szokásos, szokványos, disznótoros reggeli, és ezt nem is tudom, hogy máskor, a mai mostani időben csinálnak-e, vagy csak ilyenkor disznóvágáskor sütik a hagymásvért, de természetesen sütöttünk itt reggelire már sült májat is, ha nem hallatszik le, de itt fönt fölöttünk már boldogan fogyasztják a reggelit, és akkor utána neki indulunk. Délre disznótoros pörkölt is fog főni, meg pecsenyét fogunk sütni, vacsorára orja leves lesz, töltött káposzta, sült hurka, kolbász, és nem sokára hozzá fognak az asszonyok készíteni a hájast, ami hát jellegzetes disznótoros sütemény, édes töltelékkel, diós, mákos, lekváros hájas fog majd sülni a nap folyamán, úgyhogy sütemények már készültek. Én azt gondolom, hogy ez a munkáról, a finom ételekről, és hát a társaságnak a jó hangulatról, a közösségről fog szólni az egész mai nap. És akkor még nem is gondolunk a holnapi napra, amikor majd a romeltakarítás következik, mert hát amit kölcsön kaptunk, azt majd holnap vissza kell adni. Az idei disznótor annyiban tért el a tavalyihoz képest, hogy a mostani alkalommal nem készültek a szervezők hajnalig tartó táncházi mulatsággal. Tényleg most az idén hűk leszünk a hagyományokhoz. A régi hagyomány szerint disznótorkol nem volt bál, nem egy táncos mulatság a disznótor, hiszen nem a falu apraja nagyja volt a disznótorban, hanem hát a család. Ugye most ugye a mi nagy családunk lesz itt, bál nem lesz, tanultam én is a tavalyiból. Rájöttünk, hogy nem szerencsés, hogyha akkor van a bál, hiszen egy bálban mindenkinek készülni kell a disznótorba, szagok egész nap, fürdeni kell, frizurát készíteni, öltözködni, és bizony menni kell. Itt kell hagyni akkor a zsírsütést, itt kell hagyni a zsírleszűrést, itt kell hagyni a mosogatnivalót, tehát akkor csapott papot itt hagyni, alig tudtuk befejezni, egy-két ember maradt a végzőre, és akkor úgy gondoltuk, hogy nem keverjük a kettőt, majd lesz egy külön farsangi bál, ami tényleg csak a bárról, a szép ruháról, a táncról és a mulatozásról, illetve hát mulatozás most is lesz, csak úgy, ahogy régen volt, itt lesz a Markó Gabi, és majd húzza, és akinek jó kedve lesz, az vele együtt énekel, mulat, lehet nótázgatni, remélhetőleg mindenkinek elhúzza a nótáját, úgyhogy a disznótoros vacsora úgy hasonlóképpen fog zajlani majd, mint a régi disznótorok, hogy akkor egy-két kocintás után nótázgatunk. Ha a fiataloknak kedvük lesz, természetesen megengedjük, hogy táncolhassanak. Próbáltuk összeszedni a régi tárgyakat is, természetesen itt már vegyes képet láttok, ha körbenéztek, mert a mostani edények, amik nem a régi korból származnak, itt vannak, hiszen, de mindent nem tudtunk ugye beszerezni, csak régi vajlingokat, de azért, ami régi tárgyunk itt a hagyományőrző házban van, vagy még otthon fellelhető a, most mondok példát, a zsíros vindől, a zománcos bográcsok, a zománcos vajlingok, vagy a régi fazekak, a bádogtálak, ezek azért itt vannak, és ezeket mind használjuk, de már ugye jönnek új eszközök is, hiszen pótolni kell azokat, amik már tönkrementek, nem használhatók, de a fülesbögre, a vízmeréshez, a bélpucolásnál, a fateknő, itt a fateknő. Tehát ami eszközünk van, és ami fellelhető, azt próbáljuk hagyományos eszközökkel, hagyományos módon, és hát ami meg hiányzik, azt megpótoltuk. A hagyományt idéző falusi disznótorhoz bárki csatlakozhatott, aki kedvet kapott hozzá. A mostani rendezvény egy pályázatnak köszönhetően jöhetett létre. Szerencsére vannak pályázatok, és hát pályázati pénzből sikerült. Ezért is merült föl a kérdés, hogy lesz még jövőre disznótor? Hát, ha lesz miből finanszírozni, ha lesz pályázati lehetőség, és a népszokásokat
lehet belőle finanszírozni, akkor természetesen pályázunk és megtesszük. Igen, ezt máskülönben nem tudom, hogy az egyesületnek úgy a tagoknak erre kerülne, azt hiszem nem. Amúgy olyan sok költség, a viseletek, a már egy egyesületi tagság az anyagi terhet ró az emberekre, úgyhogy azt gondolom, hogy jó dolog ez, hogy pályázatból finanszírozni lehet ilyet, mert nem csak az egyesületi tagok részesülnek ebből, hanem ha körbenézünk, vannak olyanok, akik érdeklődőként vannak itt. Én jó magam is körbenéztem, és nem mindenkit ismerek, tehát biztosan olyanok, akik érdeklődők, mert hát különben az egyesület tagjait ismerném. Úgyhogy vannak szép számmal érdeklődők is, és nagyon örülünk neki, hogy itt vannak. Ezek szerint érdemes volt. A hangokat így itt hallom, a békés duruzsolást, beszélgetést, hátrafordulok, előre nézek, azért az asszonyok beszélgetnek. Lehetőség van most egy kicsit találkozni egymással, meg lehet beszélni, hogy mi történt a múlt héten, mi lesz a jövő héten. Tehát egy picit, hogy is mondjam, a találkozás szintere is, és hát én azt gondolom, hogy közelebb kerülünk egymáshoz, hogy együtt dolgozunk, hogy egy asztalhoz ülünk, hogy közös tevékenységet csinálunk, és így közelebb kerülünk egymáshoz, megismerjük egy picit jobban egymást. Van olyan, akit az ember, ha nem lennének ezek a közösségi alkalmak, akkor az ember mondja azt, hogy látásból ismer, így meg közelebb kerülünk egymáshoz. A sertés feldolgozását követően az ilyen disznótoros alkalmakkor szokásos ételek készítése és annak elfogyasztása vette át a főszerepet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!